Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim, önök arról van szó címmel, az Eszterházy Károly Főiskola Líceum Televíziójának heti aktuális műsorát láthatják, hetedik évben és 213. alkalommal, ebben a tanévben utoljára. Nézzük, mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha azt szeretnénk, hogy velünk tartsanak, márpedig mi ezért készítettük a műsorunkat. 60 milliós projektet nyert az Eszterházy Gyakorló Iskola a hallgatói kompetencia alapú oktatás fejlesztésére. Vendégünk lesz egy OTDK-s sikeres hallgatónk, aki az olvasóvá nevelésben fejtette ki véleményét, és az ő tanára is itt lesz majd vele. Új típusú államvizsgák vannak a felsőfokú mesterképzésünkben. Portfóliót készítenek a hallgatók az eddigi megszokott szakdolgozat helyett. Erről lesz egy sikeres hallgató, és az ő tanára a vendégünk majd a stúdióban. Közben megtekinthetjük a Városi Pedagógus Napról szóló kis etüdünket, összefoglalónkat, és az Eszterházy Gyakorló Iskola Alapfokú Művészetiskolájának kiállításáról készült kis etüdöt is megmutatjuk önöknek. Készülünk a nyáron egy nemzetközi film műhelyre, amelynek egyik mestere lesz majd M. Tóth Éva, Balázs Béla díjas filmrendező, animációs filmrendező, a Kapusvári Egyetem docense. Őnek egy kis filmjét ajánljuk most a figyelmükbe, de ne szaporítsuk a szót, in medias res, ahogy mondani szokták, kezdjük a stúdió témánkat. Tisztelettel köszöntöm mai műsorunk vezető témájának vendégét, Hauser Zoltán rektor urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat a stúdióba. Rektor úr, tanév végén vagyunk, mi más is lehetne a témánk, mint egy értékelés. Ilyenkor végig szoktuk tekinteni a tanévet az értékrendek szerint, azonban most van egy mankónk, egy segítségünk, hiszen értékelték az intézményt évközben. Két alkalommal is volt egy hivatalos felsőoktatási értékelés, és hát legfrissebb az European Student Barometernek az értékelése. Önnek mit mutatnak ezek a fölmérések, milyen a mi főiskolánk? Igen, hát a szerkesztő abszolút pontosan fogalmaz, bár azt kell, hogy mondjam, hogy bennünket minden nap értékelnek, és az a legfontosabb értékelés, mert a hallgatóink kifejezetten minden nap értékelnek, és a környezetünk is. Tehát az igazi visszajelzés azt gondolom, hogy ez, hogyha elégedett a környezet velünk, a közvetlen partnereink, ők a hallgatók, és hát azok a munkaadók és az a lakosság, amely hát körülvesz bennünket Egerben és hát a térségben. Valóban így járt a Magyar Akreditációs Bizottság. Volt egy globális értékelés, az intézményt értékelték, nem az intézmény programjait közvetlenül, hanem az intézmény működését értékelte egy látogató bizottság. Hát könnyű helyzet vagyok, mert még nem tudjuk, hogy mit mondtak. Úgyhogy mi is izgalommal várjuk. De voltak azért jelzések, hát persze, nem? A benyomások alapján azt gondolom, hogy meg az itteni megnyilatkozások alapján talán nem nagyon elbizakodott az a álláspont, hogy olyan túl rosszra nem számítunk, de hát eléggé hosszú folyamat az, amikor a intézményi akreditáció, mint 8 évente van, ez nem csak a látogatóbizottság itteni benyomása, hanem az intézmény akreditációs jelentése, továbbá a Magyar Akreditációs Bizottság egy témában létrehozott ATOK bizottságai, majd a plénuma. Tehát ez egy eléggé elhúzódó folyamat. Hát én úgy gondolom, hogy a tanév megnyitásakor, szeptemberben vélhetően be lehet jelenteni az értékelésnek a minőségét is, ami reményeink szerint azért az lesz, hogy további 8 évre akreditáltnak tekintik az egri Eszterházy Károly Főiskolát, de persze a részletekben van az ördög, és mi egy ilyen akreditációnak kifejezetten nem azért örülünk, mert kapunk egy ilyen bizonyítványt, hogy mi működőképesek vagyunk továbbra is, hanem azért, mert a külső szakértői vizsgálat az olyan kérdéseket hoz felszínre, az asztalra, amelyben okulni lehet. Tehát ebből fakadóan mi nem is félünk a ilyen jellegű dolgoktól, sőt kifejezetten örülünk, ha jönnek,
mert hát bár igyekszünk a lehető legjobban tenni a dolgunkat, de én azt gondolom, hogy van egyfajta vakság a tekintetben, hogy saját magunkat azért igyekszünk nagyon szépnek látni, és kívülről ez nem biztos, hogy mindig így látszik. Úgyhogy mi erre nagyon számítunk, de látunk szerkesztő nagyon meg akar szólalni. Igen, van szakmai értékelés is az intézmény életében, hiszen bizonyos képzési területeket a Magyar Akreditációs Bizottság úgynevezett párhuzamos akreditációba értékel. Túl vagyunk már a pszichológia, a történettudomány, most a művészet közvetítés területe volt terítéken január-február hónapokban, ez sem záródott le, de hát miután napról napra kísértük a folyamatot, ezért hát erről is az a benyomásunk, hogy alapvetően ezt jónak látták, és hát én még egyszer mondom, hogy nem arra várok, hogy mennyi jót írnak le, mert hát azt kitehetjük dísznek a nem létező alapunk szalagja mellé. A sokkal izgalmasabb, hogy mennyi megfontolásra alkalmas kérdést mondanak, mert hát ezekkel kell majd foglalkozni. Igen, hát ehhez mondjuk egyetlen megjegyzés, hogy én azért hallottam már olyan véleményt, mert hiszen volt kapcsolatunk nekünk is az akkreditációs bizottságokkal, például az egyik művészeti tanszékünk azért a felsőoktatási intézmények közül a legerősebbek között van, mondjuk a kettő legerősebb között. Igen, igen. Magyarországon. Viszont egy másik értékelés a kezünkben van, az európai értékrend szerint is értékelték főiskolánkat, ebben pedig egész jó helyet foglalunk el, egész jó vélemények jönnek vissza, vannak pótolandók, természetesen ez mindenütt megvan. Igen, igen. Hát ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez egy több éve zajló, hát évenként közzétett, ha úgy tetszik, minősítés, és hát az egyik feltétel az, hogy az intézmény reprezentatív adatszolgáltatást adjon, az adatokat a hallgatók szolgáltatják. Ebben az évben az intézmény reprezentatív volt, ebből az következik, hogy kellő számú választ kapott ez a bizottság. Ez egy Európai Uniós program keretében zajlik. Ez önmagában is érdekes és értékes, meg sok következménnyel jár, megint ezt tudom mondani, túl azon, hogy önmagában vannak benne hát ilyen simogató, meg hát jó érzést keltő megállapítások. Tehát ez egy eléggé hosszú brossúra, kötet, amelyben összehasonlító elemzések is vannak, az sokkal izgalmasabb. Megmondom őszintén, hogy kifejezetten ebbe nem vagyok olyan mértékben felkészült, hogy minden tekintetben meg tudjak felelni a válasznak. Most dolgozunk azon, hogy azt is vizsgáljuk, hogy másokhoz képest, mert azért a versenytársak fontosak ezen a területen, és azt meg kell nézni, hogy kinek hol van az erőssége, kinek hol van a gyengesége. No, persze önmagunkhoz képest is hol tartunk bizonyos ügyekben. Én, amiben belenéztem kivonatból, két dolog ütötte meg a szememet. Az egyik az, hogy a hallgatói vélemények szerint magasan értékelik a főiskolánkat, a másik pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben az átlag fölött van a főiskolánk. Hát ezért kezdtem az elején azzal, hogy a Magyar Akreditációs Bizottság az egy fontos testület, ami munkánk megítélése szempontjából, de sokkal többre tartjuk azt a véleményt, amit a partnereink mondanak rólunk. Partner a hallgató, partner a városlakó, partner a régió, és hát folytathatnám tovább ezt a kört. Én igazán nem szándékosan válogattam a témaköröket, de hát mi más lehetne a témánk egy ilyen évvégi, tanévvégi értékelésnél, mint hogy milyen maga az intézmény, milyen adatok tükrözik a mienségét, és hát van min örülnünk azon is, hogy a jelentkezők továbbra is hűségesek a főiskolánkhoz, és itt is elég jó rangsorban vagyunk. Igen. Ez nem vitatható, mert egy helyi televízióban örömmel beszélek az eredményekről. Ha ez egy országos hálózat lenne, akkor visszafogottabban beszélnék, mert tekintete vagyok a versenytársak lelki állapotára is. Tudnélik, az nem jó, hogyha túlságosan jó pozícióban van egy intézmény. Azt
tárgyszerűen és tényszerűen el lehet mondani, hogy az EGRI főiskola a tavalyi évhez képest a demográfiai apály ellenére, ami már nem csökken, hanem stabil állapotban van, 55%-kal nőtt az intézmény iránti kereslet. Akár első helyes, akár összes jelentkező számot nézzük. Ezen belül van egy másik dolog is, hogy hát rosszul kódolva azt lehet mondani, hogy megnyertük a tanárképzés első menetes ügyét. Az egy első fél időt. Hát legalább, nem, legalább 12 menetes ez a mérkőzés, de én inkább másképp fogalmazok. Az előfutamon a legjobb pályáról indulunk. Tehát ez azt jelenti, hogy semmi nem dőlt el, de a pozíciónk az nagyon jó. Tehát az indulásnál olyan pályát kaptunk, ami a legjobb, és erről a pályáról hát nem lenne nagy dicsőség veszíteni. Tehát nagy munka van előttünk, de van értelme továbbra is befektetni ezen a területen, azért, mert ha valakinek jó pályája van az induláshoz, akkor ott érdemes még az utolsó napokat, heteket is arra fordítani, hogy jó legyen a tréning, és szinten tartsuk a teljesítményt. Ehhez minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a főiskolák közül, ha én egész pontos információkkal rendelkezem, akkor legtöbb egyetemi szakkal mi vagyunk akkreditálva. Hát ez megint relatív, de talán igaz, mert valóban így van, de hát a tanárképzést azt ma jogilag, közjogilag egyetlen szaknak értelmezi a magyar felsőoktatás. Hát a közbeszédben természetesen ezt annyi szaknak ahányféle képzés van, tehát a szakképzettség szempontjából ahány szakos a képzés, tehát hogyha ezt a dimenziót nézzük, akkor messze a legjobb az intézmény pozíciója. Ez több mint 20 mesterszintű tanárszakot jelent, pontosan fogalmazok, szakképzettséget jelent, és disziplináris szakokat is jelent, kettőt is, és továbbiaknak az akkreditációval folyamatban, mint hogy a tanárképzés területén is. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen igaz. Itt is el szeretném mondani, mert szerintem a hazai hát, közhangulatban is el kell mondani azt, hogy az EGRI felsőoktatás az egy kiegyensúlyozott jó teljesítményre készülő és azt jelenleg is biztosító intézmény. Tehát nincs bennünk semmi olyan szándék, hogy mikor melyik egyetemet verjük meg valamilyen mutatóba. Mi keményen dolgozunk azon, hogy az egyetemközi állapotunk fenntartható legyen, és mindig előrébb lépjünk ebben a zónában, ebben a mezőben az egyetemszerű állapot felé, de továbbra is, és kitartom az az álláspontom, hogy nem szeretnénk egyszerű oktatáspolitikai döntéssel előrelépni, hanem kiérlelten, és igazi teljesítményekkel eljutni addig, hogy Egerben arról lehessen beszélni, hogy van egy stabil egyetem. Én ezt a áprilisi rektori programomban el is mondtam, talán nem eléggé plasztikusan, mert a visszajelzések sajtó mindig egyszerűsít, és akkor majdnem, hogy az történt, hogy az EGRI rektor, meg a leendő rektor kikiáltotta az EGRI Egyetemet. Nem. Hát ebben a városban idestova 250 éve van meg ez a gondolat életképesen. Soha nem veszett el, és nem is szabad, hogy elveszem. És azt gondolom, hogy csak a teljesítmény, a szükséges minőség, az vihet el bennünket olyan állapotba, amikor mindenki teljesen nyugodtan tudja azt mondani, hogy ő egy egyetemi jogállású intézménynek a munkavállalója, vagy éppen hallgatója. És ezt támasztja alá az is, még egyetlen tényt hagy keverjek be a beszélgetésbe, hogy az elmúlt évek egyik legsikeresebbét zártuk a tudományos diákköri országos versenyeken, és hát méltó partnerei voltunk az egyetemek jóval előnyösebb helyzetben levő hallgatóinak. Látom, de szerkesztőt nem tudom eltántorítani ettől az összehasonlítástól. Nem, ez volt az utolsó. Igen, egyébként. De ez, én azt mondom, hogy ez természetes. Hát ezek tények. Igen, mert már úgy természetes, hogy Eger a tehetséggondozásban
különösen a tudományos diákkör, de itt mondhatom a szakkollégiumot is. De én őszintén beszélhetnék a sportról is, szeretjük a kosarasokat, még jobban fogjuk szeretni a vízilabdát, nem csak a Cete Fegert, hanem az LKF Feger Food Imola néven futó csapatot is. Szóval, tehát minden, ami a minőségről, tehetségről szól, az nekünk kedves dolog. Ennek talán legtradicionálisabb ága a tudományos diákkör, és ebben nekünk több tíz évre visszamenő stabil eredményünk van. Akkor is a jó között voltunk, amikor egyáltalán nem voltak ennyire közel a jogállásváltást biztosító egyetemi álmok. Tehát persze, ez én azt gondolom, hogy jó. Bár ilyenkor mindig azt mondom a szerkesztőnek, hogy ugye miközben itt fényezzük magunkat, nem túl, csak reálisan, elközben azért mondjuk a tudományos diákköri munka belső szerkezetének kérdéseiben, ami egy, tekintsük úgy, hogy belügy, mert hát nem biztos, hogy ezt a műsor keretei között kellene értékelni. Hát azért én hosszasan tudnék beszélni arról, hogy hol, milyen előrelépési lehetőségek vagy szükségletek lennének a tekintetben, hogy ez egy kicsit egyenletesebb legyen. Biztos meg fog történni ez is, én szerintem, rövid időn belül. Túlzottan kritikus vagyok, igaz? Igen, én meg eléggé kegyetlen voltam most, mert én diktáltam a témákat, és hát bár én a konkrétumokhoz próbáltam ragaszkodni, de azért nem lennék tisztességes, hogyha nem adnám meg a választási jogát, lehetőségét rektor úrnak a tanév utolsó ilyen aktuális beszélgetésén. Önnek mi volt az érték ebben a tanévben? Mi az, aminek azt mondja, hogy örül, hogy megvalósította, és mi az, ami azt mondja, hogy a következő tanévre maradt? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért nagyon érdekes kérdés, mert mint az intézmény első számú vezetője, az utolsó tanévemre készültem. Elég sokáig egyébként, egészen január közepéig. Tudnélik, hát teljesen normális rendszerben a magyar felsőoktatásban ez idáig, hát az volt a megszokott rend, hogy kétszer négy év, vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy két ciklus, és ez jár. Amit én szerintem egy teljesen normális állapotnak kell tekinteni. Nem azért, mert a mostani nem normális, de hát sok igazság van amellett, a logika mellett, hogy a megújulásban a kényszer tényező az egészen biztos, hogy az, hogy egy idő után nézzük meg, hogy más mit csinál. Hát ez most másképpen alakult. Úgy gondolták a felsőoktatás politikát irányító bölcsek és politikusok egyszerre, hogy talán ezen változtatni kellene, és nem kellene egy ilyen szigorú demarkációs vonalat húzni, hanem adják meg a lehetőséget az intézménynek arra, hogy egy minősített többséggel, ha akarják, akkor a két ciklusban regnáló rektor kapjon lehetőséget a harmadikra is, mert miért ne? Hát gyakran mondják, hogy van, akiből egy ciklus is elég, vagy sok, van, akiből kettő éppen elég. Hát ezt nem tudom, hogy nálunk hogy volt, illetve tudom, hogy hogy volt, mert miután a január arról telt, hogy és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ez nálunk egy igazán őszinte párbeszéd, hogy bár fontos, tehát mindenki azt mondja, hogy most én ilyen szemérmesen, meg ilyen álszerényen beszélek arról, hát persze, hát nagyon jó dolog az intézmény rektorának lenni, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy az intézmény állapota milyen, és hogy működik az intézmény, hogy megy a csapat, hogy megy a menedzsment, hogy működnek a képzések, milyenek a szolgáltatásaink, milyen teljesítmények vannak a kutatás, fejlesztése, innováció, és a többi. Tehát nem gondolom, hogy ki lehet ebből ragadni külön a rektort, hanem és csak önmagában ezt a teljesítményt nézni. Bizonyára a kettőnek van összefüggése, de én a mai napig is úgy gondolom, hogy az igazi teljesítmény az, ami az intézmény teljesítménye, ebben benne van a rektor is. Tehát a rektor egy szerencsés ember, hogy ő a rektor. És a többi nem szerencsétlen egyébként, csak hát ő kevésbé van reflektorfényben. Többi a csapat. Igen, tehát valahogy így van ez a csapatban is, hogy van csapatkapitány, meg van edző, meg mindenféle sportági igazgató. Tehát a lényeg az, hogy a csapatnak menjen jól. De most ettől még rektorul nem tudtam meg, hogy mi volt az igazi siker, amit hát, tulajdonképpen tart. Most nem szégyellem bevallani, ez az volt, hogy... Ez volt, amiről beszéltem. Igen, tehát hogy...
hogy most mégiscsak másképp alakult a személyes sorsom, amit hát most már örömmel, megmondom őszintén, januárban némi elbizonytalanodással kellett szembenézni. Nem azért, mert nem akarom csinálni, hanem azért, mert én minden dologra kitartóan előzetesen szoktam hát jól felkészülni, úgy mentálisan is, meg minden vonatkozásban, és amúgy benne voltam egy ilyen trendbe, hogy mi lesz majd, és akkor jött egy váltás, úgyhogy mondom most, hogy hát ráhangolódtam a következő 4 évre, mert az az igazság, hogy azért az embert próbáló, erőt is embert próbáló munka, nem ez bonyolultabb se, csak oda kell tenni magát az embernek, és hát én annak örülök, hogy alig vagyunk már néhányan, akiknek még azt kell mondani, hogy némi tartalékod van abban, hogy tedd oda magadat, és hogyha ilyen állapotban van az intézmény, akkor szerintem a nagy baj nem lehet. Szerintem itt fogjuk kezdeni szeptemberben. Az jó, gondolok szerintem, hogy itt kezdjük szeptemberben. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát azért néha nyáron majd egy picit pihenjen is, hogy szeptemberben a feladatokat el tudjuk kezdeni pihenteni. Igen, már csak azért is, hogy szeptemberben elindulunk egy grandiózus programot. Itt kérdezték a stúdióba a kollégák, hogy piszok meleg van, ez látszik rajtam is egyébként most, és hát elindul a Lícon generális revitalizációja, rekonstrukciója. És hát 3 év múlva már nem ebből a stúdióból fogunk majd arról van szót közvetíteni, hanem egy sokkal jobban felkészült, felszerelt, és minden tekintetben ennek jobban megfelelő. Bár ezt a tévénéző most se látja, hogy itt meleg van, azt se látja, hogy kevés a hely. Csak azt látja, hogy rajtunk látszik esetleg. Igen, van egy jó műsor a Lícon televíziónak, de nem csak ez, hanem van egy jó televíziója az intézménynek. Köszönjük az intézmény dolgozói nevében és a stúdió dolgozói nevében is, és hát bízunk benne, hogy majd azt a stúdiót is legalább is felavatni együtt fogjuk még majd. Ez feltétlenül. 3 év múlva. Hát ez... Rektor úr, a beszélgetésben szóba került, hogy a pedagógus képzésbe jó pályáról indulhatunk. Az elmúlt héten a pedagógusokat ünnepelte a város, amikor megköszönöm a beszélgetést, akkor azt mondom, hogy pillancsunk meg egy ilyen kis etüdöt erről az ünnepségről. Megérdemlik, hiszen az egyik pedagógus képzőbástya éppen a mi intézményünk. Ma is, és az is volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nézzük a bejátszást.